Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr, folytatjuk tovább a megkezdett sorozatunkat, az apostolok cselekedetei 8. fejezetének tanulmányozását, és ma megismerkedünk történetünk másik főszereplőjével, az Etióp komornyikkal, akiről ezt olvassuk a 27. és 28. versben ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve, olvasta Ézsaiás prófétát. Egy olyan emberrel ismerkedünk meg, aki nem zsidó származású, és nem is izraelita ember, hanem Etiópiából, ugye Afrikából származott, és onnan indult fel hosszú útot megtéve Jeruzsálembe, hogy ott egy ünnepen részt vegyen, hogy elmenjen a templomba, hogy bemutassa áldozatát, és hogy imádkozzon. Ezt otthon nem tudta megtenni, otthon egészen más isteneket imádtak, Etiópiában ott istenek voltak, de ő a szíve mélyén megérezte az, hogy azok az istenek, amiket népe imád, azok nem valódi istenek, hanem az igazi isten az, akit Izraelben találtak meg, és aki Izraelnek az istene. De hogy erre az útra miért is indul ez az ember? Egyszerűen azért, mert a szívében van vágy. Az igazság megértése, az igazság megismerése, az Isten keresése felé. És sokszor elgondolkodom azon, hogy vajon a mai emberekben megvan-e még ez a vágy, hogy ma is mi is keresjük-e annyira az Istent, hogy készek vagyunk arra, hogy akár hosszú utat is megtegyünk, hogy időt és pénzt szálljunk, vagy energiát szálljunk arra, hogy megértsük, mi az életünk értelme, hogy kicsoda az Isten, hogy mi Istennek az akarata az életünkre nézve, keresjük-e őt, Akár a Biblián keresztül keresünk-e őt azzal, hogy elmélkedünk róla, vagy elmegyünk egy közösségbe, vagy hogy egyszerűen csak beszélgetünk Isten dolgairól. Én azt gondolom, hogy a mai kor embere számára is szükség van arra, hogy elkezdjük keresni Istent. Mert mindaz, aki keresi az Istent őszintén és tiszta szívből, az meg is fogja találni. Hiszen maga Jézus is azt mondta, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Mert ők megelégítetnek. Nagyon sok embernek az a kifogása, hogy azért nem jár templomba, azért nem keresi az Istent, mert nincs erre ideje. Annyira elfoglaltak vagyunk, sok a munkánk, a család, a hobbink, az internet, a média, meg sok minden más lefoglalja a mi időnket. De ha belegondolunk abba, hogy ez a Főember, aki Etiópiából jön fel Jeruzsálembe, ez egy igazán elfoglalt ember lehetett, hiszen a etióp királynőnek a főembere volt, ma azt mondhatnánk, hogy egy pénzügyminisztere volt, és akkorib akkoriban is, nem csak most, nagyon elfoglalt emberek voltak az ilyenek, nagyon sok teendője volt. És mégis ott hagyta az ő munkáját, ott hagyta az ő otthonát azért, mert valami sokkal fontosabbat talált, az életének a kérdéseire kellett választ találnia. És én azt gondolom, hogy az embernek valóban arra van ideje, amire szán időt, és hogyha nekünk tényleg fontos az életünkbe, hogy válaszokat találjunk az életünk legfontosabb kérdéseire, akkor minden mást félre tudunk tenni, vagy félre kell tenni, hiszen talán ez a legfontosabb, amire, amilyen útra nekünk el kell indulnunk. De azt látjuk, hogy ez az ember bár Jeruzsálembe járt, részt vett az ünnepen, már hazafelé tart a hintóján, de még mindig ott van benne a bizonytalanság, még mindig nem találta meg a kérdéseire a választ, és ebben folytatódik majd a történetünk, amit majd holnap fogunk megnézni, és a hét hátralévő részében, hogy hogyan talál békességre, hitre, reménységre és bizonyosságra ez az ember, de ma maradjon nekünk az az igazság, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert megelégítetnek. Legyünk mi is Isten kereső emberek. Amen.